Köller Nékoch Ilona, a bonyhádi német önkormányzat elnöke, augusztus 18-án vehetett át egy állami kitüntetést a Hagyományok házában a német nemzetiségért végzett munkájáért. Ez a legmagasabb díj, amit kaphattam. Nem is gondoltam rá, hogy ez realizálódik. Persze tudtam, hogy felterjesztettek, de hát másokat is felterjesztenek különböző díjakra. Az, hogy ebből tényleg lesz valami, arra egyáltalán nem gondoltam. És amikor megjött egy héttel korábban a levél, hogy ezt megkapom a Hagyományok házában, hát akkor azért szóhoz se jutottam. Ez egy hatalmas megtiszteltetés, nagyon nagy elismerés, és hatalmas élmény volt ott ezt a díjat átvenni. Bonyhád mindig is egy fontos központja volt a németségnek Tolna megyében, így a hagyományőrzésre is rengeteg lehetőség van. A kórusok mellett a város egy jelentős német tánccsoporttal büszkélkedhet, melyel idén tavasszal Köller Nékoch Ilona a harmadik fesztivál díját is elnyerte. Nyugdíjba készülök, és szeretnék azért egy kicsit hátrébb állni, és lehetőség szerint a fiataloknak, fiatalabbaknak átadni azt a tudást, meg a tapasztalatot, amit eddig összegyűjtöttem, vagy esetleg az idősebb korosztály már összegyűjtött, hogy folytassák ezt a munkát, nehogy abban maradjon. A sok évnyi munkája után készen áll átadni a szerepet a következő generációnak, de nyugdíjba vonulása előtt még a város 300 éves jubileumát és a német testvérvárosi kapcsolat 35. évfordulójának méltó ünneplését és lebonyolítását is tervezik.